Talán még emlékeznek a kedves nézők az elmúlt heti pécsi bányász nagygyűlésre, a sérelmek, a követelések indulatos, érzelmekkel telt kirobbanására. A meccsek alján a patanásig feszült húr már-már elszakadt. Városunkban a hétvégén ünnepeltük a 39. bányásznapot, és megnyugodva jelenthetjük ki békés, méltóságteljes hangulatban. Mielőtt elkezdődik a bányásznapról készült összeállítás, felhívom szíves figyelmüket, hogy szeptember 6-án, szerdán este 6:30 rendkívüli adás keretében egy hosszabb dokumentumfilmet láthatnak majd a várpalotai bányászokról. Jó szerencsét, hadd tartsuk fel egy pillanatra. Munka után van? Igen. Nehéz volt a mai éjszaka? Hát elég sok üzemzavarót, úgyhogy elég sokat kellett futni, lótni. Mire számít most, mennyi pénzre? Hát pontosan megnéztem, 37 ezer valamennyi pontosan. Hát annyira fillér pontosan nem tudom. Ezt kapja készhez? Igen, ez a nettó. Elégedett vele? Igen. Maga az összeggel, igen, csak a vásárló értéke valahol viszont egyáltalán nem. Munkából jön? Igen. Hát önről azt kell tudni, hogy Hajdú Miklós, vályár. Mi volt ma éjszaka a feladat? Hát elég vályásban vagyunk, telibe kaptuk a munkáját, de viszont a körülmények olyanok voltak, hogy hát nem tudtunk menni. Az átlagosnál nehezebb volt a mai műszak? Nehezebb. Nem volt anyagellátásunk, nekünk kellett kimenni az anyagért, és ezért nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit tudtunk. Most ön is sorba áll a hűségjutalomért. Mire számít? Hát, mit mondjak erre, hogy mire számítok? 33 ezer forintot kapok készhez. Hát ahhoz képest, amit odalent van, munkaviszony, nem nagyon van megfizetve. Hány éve dolgozik a föld alatt? Ez a 28. éve. A csertetői, a nagyilonai, a tatabányai sortűz áldozatainak emlékére. Bányásznap szeptember első vasárnapján, már 39 éve. Ünnepnap, pihenés, komoly problémákkal, a jövőt, a munkahelyet, a létet firdató kérdésekkel. A szónok Salkhammer Antal, a bányaipar dolgozók szakszervezetének titkára reálisan vázolja a gondokat, de azért optimista. Minden kérdésben megállapodásra kellene jutni a kormánnyal. Egyértelmű válaszokat várnak, világossá kell tenni, a bányászat hol, milyen mozgástérre számíthat, hol mennyire szűkülnek be a lehetőségek. Elemi erővel jelent meg az elégedetlenség azokban a kérdésekben, amelyek intézése nem tűr halasztást. Valóban november 25-26-án lesz a bányász szakszervezet 24. kongresszusa, és a petícióban, amit a kormánynak megküldtünk, amit a demonstráció megszavazott, 11 pontban meg van fogalmazva az összes olyan véleményünk szerint orvosolható és megoldható kérés vagy követelés, amelyet addig tárgyalásos alapon, igen intenzív egyeztetéssel, úgy gondolom, hogy kompromisszumra kell jutni. Ebben létre kell, hogy jöjjön egy közmegegyezés a kormány és a szakszervezetek között. Hogy mi a realitása, hogy ez megvalósuljon, szeretnék rá utalni, hogy a demonstrációt követő napon a kormányzat ülésezett, és szeptember 1-én Horváth Ferenc ipari miniszter központi bányásznapi ünnepi beszédjében arról tájékoztatta a bányászokat, hogy a gondolkodás, a megoldás irányába elindult. Szeptember 1-én részt vettünk S2 aknán reggeli hűségjutalom kifizetésnél, bányászokkal beszélgettünk a hűségpénzről. Természetesen nincs olyan bányász, aki elégedett lenne ezzel, de hát ez egy szinten érthető is. Önök milyen összeget vettek át most bányásznapkor? Én nettóban 36 ezer forintot kaptam bányásznapkor hűségpénzként. Szeretném rögtön hozzátenni, hogy a kitett listán pontosabban ellenőrizhető az összeg, de ha emlékezetem nem csal, akkor 50.492 vagy 94 forintot kaptam a borítékba.
A halmozódó problémák, a feszültség nem felettetheti a tisztességes munka megbecsülését. Kitüntetések, kiváló munkáért, a termelésben eltöltött évtizedekért. A legmagasabb szakmai kitüntetést kapta többek között Schäfer Vince. Egy rövid pályaképet hadd kérjek. Igen, 1950. szeptember 21-én kezdtem el a bányászati tevékenységemet. Akkor nyertem felvételt a Móri Vájártanuló Intézetben. A Vájártanuló éveim, illetve iskola befejezése után oroszlányba kerültem, oroszlányba dolgoztam a 16-os aknán. Ott egy éves munkásság után visszakerültem Pusztavámra. Pusztavámról 1953-ba kerültem Várpalotára. 1953-tól dolgozom itt Várpalotán. Különböző beosztásokban, kezdetben mint vájár, 1957-től technikusként dolgoztam, a technikusi éveim alatt voltam lőmester, aknász, főaknász, majd később a tanulmányaimat esti, illetve levelező úton folytattam, a Várpalotai Szénbányák vállalatának a kiviteli tervezési osztályának voltam a vezetője. 1974-ig, 1974 júniusától voltam 1980. január 1-ig az S2 bányának az üzemvezetője, 1980. január 1-től a nyugdíjazásomig az Új Ferenc bányát, illetve korábban S1 bányának voltam a vezetője. Azért ez egy komoly elhatározás volt 11 évvel ezelőtt. Igen, sajnos. És soha életemben nem lettem volna bányász, ha nincs szükségem lakásra. Meg volt a két családom már, és albérletben laktunk a nejemmel és a két gyerekkel, és szorultságból lettem csak bányász. Nem is gondoltam volna, hogy bányász leszek. De azóta megváltozott körülbelül a véleményem, de akkor nagyon a szükségem volt a lakásra, és ezért lettem csak bányász. Különben nem is lettem volna bányász. Furcsán hangzanak ezek a szavak, hogy nem menne el bányásznak a szakma kiváló bányász a szájából? Hát igen, mert mint mondtam is, hogy mi ugyan 3 évig tanultam én is ezt a szakmát, de a mai percekben az olyan, hogy ez csak egy segédmunka. Tehát ez nem számít most szakmának. Bár mi ezt annak érezzük. De hát, hogy most kiváló bányász lettem, és mégis ezt mondom, hát én úgy érzem, hogy az előbbiek elmondása az, hogy amilyen helyzetben most van a szénbányászat, tehát az egész magyar bányászat, szóval a létbizonytalanságba érünk, hogy mi lesz. A Várpalota is ugye a bányászat részéről január 1 után lehet, hogy ugyanolyan sorsa jutunk, mint az urán bányászok, meg a pécsi bányászok, meg a tatabánya, meg a többi. Hát a veszprémi szénbányán belül, hogy ezt majd hogy fogják megoldani, ezt nem tudjuk. A hagyomány most is hagyomány maradt. Kedvezmény a kereskedelemben, kirakodóvásár, húsli, bazár. Ahogy az egy igazi palotai bányásznapon lenni szokott. A tudósító mit is mondhatna? A naponta a szénért és az életükért küzdő bányászok között eltöltött hétvége sok-sok tanulsággal szolgált. Részletes beszámoló szeptember 6-án este 6:30-kor. Addig is szerencse fel!